Nagy-nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hadd kezdjem egy őszinte vallomással. Amikor elkezdtem annak idején a Bibliával foglalkozni, a világ legunalmasabb könyvének találtam a Krónikák könyvét. Ez az a bizonyos könyv, aminél az ember úgy van, hogy elkezdi olvasgatni a nemzetség táblázatokat, aztán becsukja minek. Nem? A Biblia elején is van ilyen többször. És most azon gondolkodtam ennyi év távlatába, hogy na, most akkor honnan közelítsem meg a kérdést, hogy azért legyen is valami maradandó élményünk, és nem akarom ugyanazt ugyanúgy megtenni, hogy másnak is unalmas legyen. Én általában háromféleképpen szoktam egy-egy anyagot feldolgozni. Az egyik lehetőség az, ami legutóbb volt, hogy egy kicsikét érintjük a Biblia szövegében levő esetleges érdekességeket történelemmel vegyítve. A másik lehetőség, amikor egy-egy rövidebb könyvről van szó, ez különösen az Új Szövetségnél szoktam, ott frekventáltan az üzenetet szoktam végigvenni, hogy miért van az a könyv egyáltalán a Bibliában, annak ellenére, hogy például rövid van ilyen. A harmadik lehetőség, ez pedig olyan feldolgozás lesz most, ami főként a háttérre mutat rá, hogy István mondta, történelem, különböző sajátságok, amik a könyv egyes szakaszainak a hátterében vannak, és hát, hogy egyáltalán miért is van benne a Bibliában a két Krónikák könyve, ez úgy önmagában is izgalmassá teheti a témát. Kezdjük onnan, hogy miért pont Krónikáknak nevezzük a könyvet. Hogyha az héber eredetit elővesszük, van egy felirata mindegyik héber könyvnek, nagyjából az első sor vagy az első szó a könyv címe, itt is hasonlóképpen van, Dibré Hayyamim, azt jelenti, hogy a napoknak az eseményei, a szavai vagy a cselekedetei. Tehát az a szó, hogy Dábár, amiből a Dibré van, az három dolgot jelent, vagy cselekedetet, vagy szót, vagy pedig eseményt. Ezért fordítják így is, fordítják úgy is. Az egyezményes zsidó fordítás lényege leginkább az, hogy évkönyv vagy eseménykönyv, hogyha a két szó tartalmi értelmét akarjuk visszaadni. A görög nyelvű változat, ami a kereszténységet is megihleti, paraleipomenon, tehát paraleipomenon, ez az elnevezés, ez egy szó ugyan, de a görög nyelv sajátságából adódik, hogy néha egy-egy szót akár fél mondattal lehet lefordítani a mi nyelvünkre, ezért vagy úgy fordítjuk, hogy a már tárgyalt dolgok, vagy a kimaradt dolgok, amelyekről még nem volt szó. Tehát mindenképpen olyan események, amik a Sámuel első, második könyvében és a Királyok első, második könyvében nem szerepelnek, vagy a másik nagyon fontos tényező, hogyha szerepelnek, majd ezt fogom mutatni, hogy nem pontosan ugyanúgy szerepelnek, és ennek lesz többféle magyarázat, hogy miért van eltérés a Biblián belül történelmi események kapcsán. A harmadik, szintén fontos, ez már a keresztény felfogást tükrözi, a krónika megnevezés tulajdonképpen. Ez a Vulgátából ered, egészen pontosan Hieronymustól, vagyis Jeromostól, akinek van egy nagyon érdekes bevezetője a könyvhöz. Latinul úgy hívják, hogy Prologus Galetius, vagy Galetus, amit, hogyha egyszerűen lefordítunk, annyit jelent, hogy a sisakos bevezető, és hoppát, most itt az ilyen Google fordítós valami lenne, kérdezi az ember, nem. A eredete egy tőle származó idézetből vezethető le. Azt mondja, hogy a Szentírásnak ezt a prológiát, vagyis bevezetőjét fegyveres fejnek kell tekinteni, amelyet sisak borít, és arra alkalmas, hogy megvédje az összes többit, amelyeket héberből fordítok latinra. És észre kell venni, hogy mindazokat, amelyek az általam készített fordításban nem szerepelnek, apokrifeknek kell tekinteni.
Valahányszor tartok egy ilyen előadást, folyosói beszélgetésben mindig előjön, hogy miért nem beszélünk az apokrifekről. Makkabeusok első, második könyve, Sirák könyve, Judit könyve, több van ilyen. Hát itt van az egyik magyarázat, egyébként érdekességként jegyzem meg, hogy Hieronymus véleménye ellenére a katolikus kánon ezeket a könyveket tartalmazza, de ez egy teljesen más kérdés, hogy az apokrif iratok hol vagy miért helyezkednek, vagy éppen nem helyezkednek el az Ószövetségbe. Tény és való, hogy a nagy reformátorok többek között Luther, Calvin ezen az irányon haladt végig. Luther rövidítette Hieronymus véleményét, ezt a Chronicon Tutius Divini Historiét, kiragadta belőle a krónika szót, így lett a magyar nyelvre lefordított változata, és több más nyelvben is a krónikák könyve, és ugye első, második könyv ugyan, de azt nem árt megjegyezni, hogy akár össze is lehetne kapcsolni, tehát tulajdonképpen egy könyvként is szerepelhetne a kettő. Ez már különböző okokra vezethető vissza, hogy miért két részre van osztva a Biblia kiadványokban. A következő érdekesség szerzőség keletkezés. Ki írta? Mikor írta? Ha történelemről van szó, különösen is fontos. Ha egy ószövetségi vagy újszövetségi irat tekintetében megpróbáljuk meghatározni, hogy mikor írták, akkor az az első, hogy elolvassuk a könyvet, és megnézzük, hogy milyen adatokat közöl. Azok az adatok, amik ott vannak, hol helyezkednek el a történelemben, és hát nagyon valószínű, hogy a legutolsó adat után már megírják a könyvet, előtte ritkán fordul elő, hogyha profétikus könyvről van szó. Ebben a könyvben, amit látunk, sok-sok nemzetség táblázat, ahogy említettem az elején, visszamegy egészen Ádámig és Éváig. Ezzel nyilván túlzottan sokat nem lehet kezdeni, hiszen ha Lukács evangéliumában Jézus születését vagy eredetét nézzük, ott is Ádámig és Éváig vezeti vissza Jézus származását. Tehát nem a kiinduló ponttól, hanem a befejezési pontig haladva kell kutakodnunk, hogy mit tudunk mondani a keletkezési idővel kapcsolatosan. A második érv, hogyha bizonyos ószövetségi könyveket nézünk, azt szokták figyelni, hogy milyen uralkodók, milyen népek hatásai mutathatók ki a bibliai könyvön. Egyes írásmagyarázók azt állítják, hogy például Nagy Sándor annyira befolyásos személyiség volt, hogy ahol tevékenykedett, annak nyoma kell legyen. Tehát egyes bibliai könyvek esetében megtaláljuk Nagy Sándort, vagy az ő rá utaló jeleket. Ugye ez egy nagyon jó pont. Néhányan említik a Krónikák könyve vonatkozásába is ezt. Viszont jellemzően a legtöbb magyarázó abból indul ki, hogy Nagy Sándor hiányzik. Nincs arra utaló jel, hogy bármit is említene az író, tehát mindenképpen az előtt íródik. Szintén fontos a nyelv. Gondoljunk csak arra, a magyar nyelvemlék, például a Tihanyi apátság alapító levele. Ugye oda vezetik vissza a magyar nyelvet, vagy az Ómagyar Mária síralomhoz, és aztán annak megvan a maga tanulmányrendszere, hogy ebből hogy vezetik le a mai magyar nyelvet a nyelvészek. Ugyanez a helyzet a bibliai könyvekkel is, milyen nyelven íródott, milyen szavak vannak a könyvbe. A Krónikák mindkét könyvére igaz, hogy tiszta, nagyon is tökéletes héber nyelven íródott. Nagy Sándor korában és kicsivel előtte már keveredett héber beszéltek, arám nyelvvel, ugye az arám az a mai szír nyelvnek az őse. Ez több bibliai könyv esetében kimutatható, itt hiányzik, tehát olyan korszakra kell tenni az írását, amikor még tiszta, kiegyensúlyozott héber nyelvet használtak az írók. És van még egy harmadik, ugye ezt a összehasonlíthatóságot mindig szokták vizsgálni, diakróniának nevezik, az azonos korban megírt iratokkal való kapcsolat vizsgálata. Haggeus és Zakariás két olyan kis próféta könyvét találjuk meg, amellyel nagyon sok
szóbeni, nyelvtani, illetve adatokbeni hasonlóság van. Ez tehát mindenképpen azt jelenti, hogy vagy az egyik, vagy a másik előtte, vagy utána született, esetleg közvetlenül azonos évszázadban jöhetett létre a három könyv. Mindezeket összefoglalva vannak olyanok, akik azt mondják, hogy körülbelül Krisztus előtt 500 körül, 515-ig íródott. Mások vannak, akik Nagy Sándor tevékenysége elé, a Krisztus előtti második századhoz teszik, ugye ezt már megbeszéltük, hogy nem valószínű. A lehető legvalószínűbb elképzelés a Krisztus előtti 250-300, aminek több oka van. Az egyik például az, hogy a Krónikák második könyve 36. részének a zárása megegyezik Esdrás könyve keletkezésével, Esdrásról pedig majd még lesz szó, mint történelmi könyvről. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, főként a zsidó írás magyarázat állítja ezt, és ezt a hagyományt el lehet nagy valószínűséggel fogadni, hogy Esdrás pap, tehát aki az Esdrás könyve szerzője, az ugyanennek a két könyvnek a szerzője is. Honnan veszik ezt? A Glezon Árser írásmagyarázó műve azt írja, hogy feljegyzést találunk például a Talmudban, illetve más zsidó irodalmakban is, arról, hogy Nehémiásnak volt egy igen-igen nagy könyvtára, tekercsekkel teli, amihez Esdrás, az ő társa hozzáférhetett. Na most ahhoz, hogy krónikát írjunk, az még mind a mai napig úgy néz ki, mint egy mai krónika, amiben történések, dátumok, személyek, események vannak. Valamilyen forrásanyagra van szükség, amire hivatkozik. Nyilván olyan közegbe születik a mű, ahol hozzá tud valaki férni ezekhez az adatokhoz, fel tudja használni, ha aki írt már szakdolgozatot, vagy valami hasonlót, az tudja, hogy egy könyvtári anyagot hogyan kell használni. Nem tették ezt másképpen az ókorban sem, másak voltak természetesen a szabályok, a plágiumra vonatkozó meghatározások, de akkor is nagyon hasonlóan dolgoztak, az adatokat felhasználták koncepciózusan, amiről még fogok néhány említést tenni. Így tehát el lehet fogadni, hogy ez egy nagyon fontos, vagy nagyon jó érv. Az érv mellé oda tesznek még egy számadatot is, azok, akik emellett a konzervatív és nagyon is elfogadható érvelés mellett törnek pálcát, hogy legalább 100-szor említi a könyv a léviták szerepét, akik a templom körüli szolgálatnak nagyon meghatározó személyiségei. A papságról viszont mindig negatív összefüggésben beszél, ugye Esdrás is pap volt, tehát valószínű önkritikus, ő egy olyan személy volt, a bibliai kép is ezt árulja el, aki nem fogadta el közvetlenül, tehát minden fenntartás nélkül a kora vallásosságát, hanem bírálta azt. Ehhez tegyük hozzá a könyv felosztását, amivel én itt most túlzottan sokat és túlzottan nagy mértékig azért nem szeretnék foglalkozni, mert megkapják majd a jegyzetet, és ott egészen pontosan lebontva, alpontokra részletezve kiírkáltam, hogy tól-ig, fejezet versétől meddig, pontosan mi a tartalma a egyes részeknek. Itt csak a nagyobb fejezet egységeket mutatom kivetítve. Ugye az eleje, az első 9 rész a nemzetségtáblázatok, az első könyvnek, Ádámtól Dávidig. Azért rákérdezek, miért pont Dávidig vajon? Van esetleg valakinek tippe? Nyilván azért, mert Dávidot szeretné megmutatni elsősorban, hogy ő ki volt, milyen volt. Úgy, mint az evangéliumoknál nem véletlenül, hogy Jézusig vezetik le a családfát, két különböző módon, Máté másképpen írja, Lukács megint másképp. Ő Jézusról akar beszélni, na itt pedig Dávidról akarnak jellemzően beszélni. Teszik is ezt, ugye itt a 9 és a 10-től 29. részekig az első könyvbe, majd a második könyv első része már ugye utána következő időszak, Salamon élete, 10. résztől a 36-ig, ugye ez a szakadás, Salamon után kétfelé szakad az ország, erre majd még kitérünk, hogy mi a jelentősége.
az összes többit pedig arányában úgy érdemes megnézni a jegyzetben, hogy mennyit szentel Dávid életének, mennyit Salamonnak, mennyit a többi királynak, és ezt úgy összehasonlítani mindazzal, amit a Királyok könyvével kapcsolatosan hallhattunk az előző hetekben. Nézzük meg a műfaját. Mi a krónikák műfaja? Mit tudunk arról mondani, hogy mit olvasunk ebben? Általában igaz az, hogy a Biblia nem ismeri a történelmi könyv, vagy a történelem fogalmát. Mi történelmet tanulunk, vagy történelemről beszélünk, akkor három dologra vagyunk kíváncsiak. Ezt nagyon szerettem, mikor a tanáraim kihangsúlyozták. Mikor, hol, ki, és még esetleg negyedik mit csinált, ugye? Tehát ez a kimondottan, hagyd mondjam így, hogy németes, poroszos precizitás, és nem véletlenül mondom a németet, ha van valaki német, tehát tudó közöttünk, akkor tudja azt, hogy ott a történelem és a történet, az két különböző szó, egyébként a magyarban is, a történelem és a történet, az két különböző szó. Csak látva ma már, és nem a szó, tehát a szóbeli műfajt, hanem sajnos az irodalmi műfajt teljesen összekeverték. Németben is, angolban még rosszabb, mert ott story vagy history, és mondjuk a Biblia, mint history, az jó lenne, de storynak kell tekinteni, az már nem annyira tetszik. A magyarban pedig hát nagyon sokszor azt a sztorit átvettük, és hát uram, bocsánat, de sokszor a híradót úgy nézzük, mint a sztori, holott tényekre és adatokra lenne szükség. Most ez a precíz, poroszos felfogás a Bibliában nincs benne. Egyetlen bibliai könyvre sem igaz, tehát hiába, hogy krónika, hiába, hogy adatok, nem a rögzített dátum, esemény és személy a legfontosabb, hanem teljesen más. Én úgy nevezném ezt, hogy narratíva, elbeszélés. Na most a narratíva az mindig olyan elbeszélés, amikor valamilyen célból szeretnék valamit elmondani, valamit meg akarok vele tanítani. És a narratíva lényege, hogy a történet végén van a csattanó, majdnem úgy, mint egy viccnél, hogy a csattanóra kiélezetten mondom el a történetet, mert azt szeretném, hogy a tanulságot megértsék belőle. Az a szó egyébként, hogy historia szerepel a görögben, használja is az Új Szövetség egyszer, az Ószövetség görög fordításában, jó tudom, kétszer van. Azt jelenti, hogy megismerni a másikat. Tehát semmi köze ahhoz, amit mi történelemnek mondunk. Na most mi az, amitől érdekes lesz a krónikák könyve, ha mégis elkezdjük olvasni? Ja, abban nyilvánul meg ez a történetiség, tehát nem történelmi, hanem történetiség, hogyha az egész Ószövetséget, különösen a héber felosztását annak kézbe veszük, akkor ilyen szakaszokra lehet osztani a három nagyobb egységét a zsidó Bibliának. Ugye az első rész a Tóra, amihez nyugodtan még oda lehet tenni Józsué könyvét hatodiknak, még esetleg a Bírák könyvét is oda lehet tenni egy bizonyos történelmi egységig. Utána ugrunk egyet a történelembe, és jön a királyválasztás, a királyok kora. Azon már lehet vitatkozni, hogy a független Izrael állam végéig, vagy a templom lerombolásáig. Ugye ebben különböző eszmék vannak, különböző módon gondolkodnak róla az írás magyarázók. A mostani írás magyarázat azt mondja, hogy a Józsué könyvétől a második királyok könyvéig egy lezárt történelmi egységgel van dolgunk, és a krónikákkal valami teljesen más kezdődik. Mi is volt a görög címe? Nem a szó a lényeg, hanem hogy mit jelentett? Na, ami kimaradt, ugye? Tehát most visszamegy a történelemhez, vagy történethez. A krónikás ismeri a Tórát, ismeri Józsué könyvét, valószínű Sámuel első-második királyok első-második könyvét ismeri, és elgondolkodik rajta, hogy ez nem jól van. Tehát valamiket kihagytak, valamiket nem úgy írtak, mert Isten szerepét nem emelték ki például, vagy a király hősiességét elhallgatták, esetleg túl sokat írnak arról, hogy Dávid milyen volt,
negatív értelemben természetesen, és akkor visszamegy, és azt mondja, na, írok nektek én is egy történetet, de ez most teljesen más lesz, és ugye ez az egyik sajátossága a könyvnek. Na most jön az a lényeg, hogy akkor miben jelent tulajdonképpen másságot, illetve sajátos megközelítést a két krónika könyve. Értsük meg a történelmi hátteret. Van egy dátum, ami legalább olyan súlyos volt Izrael történelmébe, mint Magyarországnál a Mohácsi vész. Hogy egy dátumot mondjak, amire úgy visszaemlékszünk, hogy na, Magyarország ott egy olyan sebet szenvedett el, amit a történészek szerint mind a mai napig nem hevertünk ki. Izrael életében ez Krisztus előtt 721-es dátum. Ekkor történik, hogy az asszírok az északi országrészbe bevonulnak, lerombolják Samáriát, azért, mert az volt a gyenge pont, Efraim és Manassé két zsidó törzs leszármazottjai lakják, és gyakorlatilag azzal, hogy az ország egyik fele megszűnik létezni, oda a függetlenség és vége Izrael államnak is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy lesz még egy dátum, az 586, és akkor azt mondom, hogy Nabukodonozor. Lehet, hogy már erről ugye hallottunk, hogy mi is történik ekkor. Ugye 580-as években három hullám, 87, 86 és 84, három hullámba megtámadják Jeruzsálemet, ugye a harmadiknál rombolja le a templomot, elhurcolja templomi edényeket Babilonba, és a ifjakat, az értelmiségi héber ifjakat, akikkel például Dániel könyvében találkozunk. De nagyon érdekes, hogy a 721-es dátumot tekintik úgy, mint Izrael államnak a vége. Mikor lesz újra Izrael állam? 1948-ban. Azért hatalmas ugrás, gondoljuk végig, hogy ez mekkora hézag, és azért annyit elárulok, hogyha 1948 óta nézzük a kicsi Izrael történelmét, hát az már nem az, ugye? Tehát az már teljesen más, csak egyetlen adat a vallásosságra vonatkozóan, Izrael államnak jelenleg 5%-a hitét gyakorló vallásos ember, és ez az 5, ez négyféle vallásra tagozódik, amiből csak egy a zsidó. A másik négy, például a drúzok, keresztények különböző ágai és az iszlám, talán azért van az a bizonyos nagy feszültség ott, meg politika iránt mindenféle irányból megközelítve, mert hát az már nem az, ami a régi. Na most ez a dátum ugye ott van, ez a 721-es dátum, és hát az a kérdés, hogy a krónikás most mit írjon? Bukást? Írja azt, hogy na, megérdemeltük? Kellett nekünk úgy viselkedni, ahogy Isten ide küldte az asszírokat, és most ez volt a vég? Vagy írjon egy dicsőséges történelmet, és mutassa be azt, hogy na, odáig azért volt valahogy. És ugye a múlttal mindig úgy vagyunk, hogyha pozitív múltképet vagy történetiséget olvasunk, akkor felbátorodunk, és a jövőre is azt mondjuk, hát akkor az is majd lesz valahogy. Hát ez utóbbi teszi a krónikás, és a krónikák könyvének a témája, ezt majd fogom mutatni, hogy teljes egészében ez az optimista, néha megszépített történeti képet mutatja, úgy hívjuk ezt, hogy eufémizmus, mikor visszanézünk valamit, például hazajön valaki a Donkanyarból, és elmondja, hogy menekült meg, biztos, hogy nem pontosan úgy volt, de a idős bácsik elmesélték, hogy csak úgy pattogott a puskagolyó, ő pedig ment előre, és egy se érte utol, aztán valakit megkérdeznek, csak legyint egyet, hogy hát nem úgy van, az én is ott voltam, láttam, de ez az eufémizmus, tehát hogy megszépíti a múltat, ez végig jellemző lesz. Egyesek jogi, teológiai műnek hívják, tehát jogilag helyreállítja azt a történetet, történelmet, amit mások nem jól írtak le. Mások pedig így nevezik meg a műfajt, hogy építő elbeszélés. Tehát visszamenjek, és olyan narratívát írok, ami pozitív. Mátyás királyról, aki igazságos, ugye? Ugyanez a magyar történetben, vagy magyar meseírásban a lényeg. Mutatok néhány érdekes példát.
amivel biblia kritikusok sem minden esetben tudnak feltétlenül mit kezdeni. De most az alsó szövegre koncentráljunk, a 2 Sámuel 9.12-re, ahol azt mondja, hogy volt Mefibósetnek egy Míká nevű kisfia. A Krónikák 1.8.33-34 meg azt mondja, hogy Meribál nemzette Míkát. Na most Mefibóset volt, vagy Meribál volt? Erre azt mondták nagyon sokszor a biblia kritikusok, hogy hát valaki elrontotta kézírást, zsidó írásmagyarázók közt is van olyan, aki azzal magyarázza, hogy nem ugyanazokat a héber betűket írták le, tehát biztosan rontás. A pozitív vagy építő elbeszélés hívei pedig azt mondják, dehogyis. A Sámuel második könyvében ez a Mefibóset, ez egy gúnynév. Olyan, mint amikor valakit valami jellem tulajdonsága alapján csúfolnak, hogy a nagyfülű például. Akkor van nagy 328 János a faluban, és akkor az egyik nagy Jánost a másik nagy Jánoshoz képest meg kell különböztetni. Falunkban nálunk is volt ilyen, és akkor egy ragadvány nevet adnak hozzá. Mefibóset egy ilyen név volt. A Krónikák szerzője, Esdrás pedig azt mondja, na akkor most már tegyük helyre, hogy ki az a Mefibóset, őt Meribálnak hívták, és valószínűleg azért korrigálja, mert a Bál, hát ez nagyon-nagyon nem hangzik jól, nem tudom, hogy esetleg tudják-e, hogy miért nem. Miért volt a Bál név az ő nevében? Ugye ez egy föníciai idegen istenség kultusza. Tehát azzal, hogy ő Meri Bál volt, ő a Bál imádó. Fú, hát ez zsidóra rámondták, ez nagyon, nagyon nem jó. Hogy lehet, hogy inkább szépítettek és Mefibósetnek nevezték, de itt most lehull a lepel, ahogy szokás mondani, korrigálja egyik a másikat. Ugyanez a helyzet ezzel a névvel is, ugye 2 Sámuel 2.10, 40 éves volt Isbóset, Saul fia, amikor Izrael királyává lett. Itt is egy eltérést olvasunk, azt mondja, hogy Abinádábot és Esbált nemzette. Itt is benne van ugye ez a Bál név, hogy ő is Bál imádó volt. Ugyanez a helyzet, hogy az Isbóset az a megszépített név, a Esbál pedig valószínűleg az eredeti neve lehetett, tehát egyik a másikat helyre teszi és korrigálja, ami azt sugallja, hogy ahogyan a mesékben már, bocsánat, hogy a mese kifejezést használom ismét, felsorakoztatja a pozitív szereplőket, meg a negatív szereplőket. Aztán elmondja, hogy ki a hős, el fogja mondani, hogy ki az, aki nagyon nem az, és akkor megmutatja a konklúzióba, a végkövetkeztetésbe, hogy ennek a története mi lesz. Na most ezen a háttéren hogy néz ki egy ilyen építő elbeszélés. Én itt számadatokat fogok mondani. Már részben sugaltam is, tehát beszéltem róla, hogy ilyen Dávidig megy a családfa levezetése, vagy családfának a felsorakoztatása. Nyilván ezzel azt akarja elérni a szerző, hogy Dávid legyen a hős. Gondolkodtunk valaha is azon, hogy a zsidóság miért tartotta mindig Dávidot, a mintakirálynak, miért volt Dávid a messiás előképe, miért nem Salamon, miért volt Dávid az az abszolút hős, akinek még a paráznaságot, így gyilkosságot is megbocsátották, mégis mindig ő a kép, a ideális kép. Hát ennek oka a Krónikák könyve, aki utólagosan rendezi Dávid élet útját. Ugye, ha elmennek esetleg turistaként Jeruzsálembe, mindig azon vitatkoznak a zsidók, hogy melyik a legszentebb hely. Siratófal vagy a Sion hegye. Sion hegyén van Dávid sírja, mármint hagyományosan, és azt mondják, hogy nem a Siratófal, mert az vértapad, rossz az emléke, mindig a Sion hegye, a Dávid sírja, és ott őriznek olyan tóra tekercseket egy szekrénybe, amit a holokausztból kimenekítettek, hogy ezt a helyet, ezt fémjelezzék ezzel a emlékkel. Hát nyilván nem véletlenül van ez sem, hanem ez a krónikai írás jellemzi. Nézzük a számokat. Dávid felemelkedésének történetéről 100 verset ír a első krónika könyve. Dávid tevékenységéről 323 verset, Sámuelről összesen 77 verset csak, tehát teljes egészében, pedig ő építi ugye a templomot.
vagy bocsánat, tehát Sámuel könyve 77 verset ír csak, 2 krónika, tehát a krónikák második könyve, 822 versből 484 istenfélő királyról szól, ugye még utána van 2, az egyik Ezékiás, a másik pedig Józsiás, akik reformot hoznak létre Izraelbe, és az összes többi 17 király, tehát most hasonlítsuk a 4-et a 17-hez, csak 342 vers. Van még egy érdekesség, hogyha a királyok könyvében kutakodunk és a királyok életét nézzük, van egy mondat, ami szinte minden király élete után olvasható. Ez a király pedig gonoszabbul viselkedett, mint az ő elődje. Ez a király még annál is gonoszabban viselkedett, mint az ő elődje. Mindig visszatér különböző nyelvtani formákba, más-más megfogalmazásba. Nagyon érdekes, a krónikák ezt elhallgatja. A jó királyokra pedig odaírja, hogy ezek a királyok pedig azt cselekedték, ami az Úr akarata. Ugye milyen érdekes, hogy akkora kontraszt van a kettő között. Annyira erős egyébként ez a Dávid kép, hogy még a templom építőjeként is Dávidot mutatja be, és valami olyan, mint sugal a irat, hogy habár Salamon építi a templomot, de Dávid olyan jól előkészíti, hogy tulajdonképpen akkor is Dávid érdeme, tehát egy teljes egészében ilyen rehabilitációs képet hoz létre, és azt hiszem, itt meg is tudom mutatni ezt a szakaszt, a 2 krónikák 13-ból, hogy a királyokat hogyan jellemzi, azt tette, amit jónak, helyesnek tartott Istene, ezt Dávidra, Ászára és azokra a királyokra írja, akikre egyébként jellemző lehetett. Hogyha ezeket nézzük, akkor érdemes még egy pillantást vetni arra, hogy végül mit sugall ez az egész, mi az a koncepció, ami miatt a krónikás megírja a történeti művet. 3 nagy téma köré rendezi a adatokat, az egyik a felkent messiás király származása és eredete. Itt érdemes egy fogalmat tisztázni, hogy a felkenés mit jelentett, hogy az olajjal való megkenés. 3 személyt kentek fel olajjal az Ószövetségbe, a prófétát, a papot és a királyt. Tehát amikor azt a szót mondták, hogy messiás, az vagy próféta, vagy pap, vagy király, vagy mind a 3 egyben. Nagyon érdekes. Na most Jézus származását miért vezetik le Dávidtól? Mert a Krisztus, Krisztus görögül azt jelenti, hogy felkent. Tehát Jézusnak egyszerre kellett lennie prófétának, papnak és királynak. Mind a 3-ra megvan egyébként az Új Szövetségben a megfelelő háttér információ, hogy mikortól és hogyan, ezzel most nem foglalkozunk, mert nem tartozik a témához. De ennek a messiás képnek a hátterét is a krónikák 2 könyve adja meg. Tehát a másik nagyon fontos dolog, hogy Izraelben volt egy roppantú makacs felfogás, mindig volt a maradék nép, meg az egész nép. Például ugye a babiloni 70 éves fogság ideje alatt ugye elhurcolják a zsidóság nagyobb részét, körülbelül úgy lássuk, hogy 5-ből 4-et elhurcoltak, arról kevesebbet beszél a Biblia, hogy de az 5-ből 1 ott maradt. És ezek voltak, akik magukat hűségesnek nevezték, mert habár ők Babilonban vannak, igaz, a 70 éves fogság alatt, meg Jeremiás is megjövendőlte, meg tényleg ennek így kellett lenni. Na de hát mi a maradék, ott vagyunk Jeruzsálem romjain, és áldozatot mutatunk be, mi vagyunk a hűségesek. A krónikás ezt a 2-t összemossa, és azt mondja, hogy nincs különbség. Tehát a maradék és az egész hűsége egyenlő Isten előtt. És ez nagyon fontos, mert az Új Szövetségbe is visszatér, például a Római Levél 9. rész 27-ben Pál apostol visszautal Ézsaiás könyvére és Zakariás könyvére is utal, ott is a maradék tartatik meg, tehát így fordítja a Károli szöveg. Nagyon ki akarja élezni ezt a hűséget. A krónikás azt mondja, hogy óvatosan bánjunk ezzel. Miért? Hát tehet arról, akit elhurcoltak? Hogy mi történik vele? No, az már más kérdés,
hogy a harmadik generáció nem akart hazajönni Babilonból, mert túl kényelmes volt neki, és most minek menjen vissza a sivatagba, az öntözött Tigris és Eufrátesz vidékéről, ahol kertet lehet művelni, ahol barackfa nő, ahol mogyorót lehet termeszteni, vissza a sivatagba templomot építeni. Na ez már egy másik kérdés, de erről már nem szól a könyv. A három alpont, amit megneveztem, ezek is ugyanígy fontosak lesznek. A teljes tanítás vagy teológiai meggyőződésnek három pillére van a krónikás esetében. Az egyik, az emberi életet csak Isten képes megváltoztatni, alapja az isteni erkölcsök követése. Dávidot azért emeli ki például példakép, mert bár vétkezett, bár vért tapadt a kezéhez, no de mégis. Istennel olyan volt a kapcsolata, 51. Zsoltárt, ha elolvassuk, gyönyörű szépen leírja Dávid bűnbánatát, visszarehabilitálja Dávid erkölcsiségét, azt mondja, ez kell, tehát ez az, ami az ember életében fontos. A másik az Isten tisztelet helyes gyakorlása a közösség számára mindennél fontosabb. Ugye Izraelben nem az volt, mint a mi kultúránkban, hogy lassan kiürülnek a templomok, mert a fiatalok máshova mennek szórakozni, hanem azért nem jártak templomba, mert voltak úgymond maszek Isten tiszteletek, kis oltárok, ahol néhány ember mutatott be áldozatot, persze nem az egy igaz Istennek, hanem Bálnak, Moloknak, Aserrának, különböző Asztartének, és lehetne folytatni még a felsorolást, hogy hányféle ilyen Isten neveket említ a Biblia, azt, hogy ezt ne csináljátok, menjetek vissza a templomba, ott a központi kultusz, az, amit meghatároztak az elődeitek, ezt kövessétek, mert ott vagytok az Istennel a legszorosabb kapcsolatban. És ugye a harmadik dolog, hogy Isten kijelentése folyamatos, Isten igéje állandó, tehát ebből a folyamból az ember kilép, az Isten közeléből, akkor lemarad, és végül úgy jár, mint az északi ország rész, Efraim és Manassé, elszakadt a központi országtól, aztán jöttek az asszírok, őket támadták meg, mert ők voltak a gyenge pont. Tehát így lehetne összefoglalni, amiről a könyv történeti szempontból beszél. A következő, ez csak tényleg nagyon-nagyon gyors lesz, hiszen tulajdonképpen 13 vagy 14 pontban lehet meghatározni, hogy milyen sajátságokat találunk. Ha mindegyiket egy percben mondom, még az negyed óra, megpróbálom amennyire lehet rövidíteni ezeket. Az egyik sajátosság a számok. Az egész Bibliában van üzenete a számoknak, van, ahol szimbolikus számokat találunk, van, ahol eltúlzott számokat, például legutóbb, amikor itt jártam, ha jól tudom, épp a Számok könyvéről volt szó, és ott mondtam, hogy hát azért vannak ott olyan erős túlkapások, hogy 10-zel felszorozták, meg 100-zal, meg 1000-rel. Viszont ebben van egy koncepció, és ez nagyon megfigyelhető a Krónikák könyvében, amikor valami nagyon jó, akkor magas számokkal dolgozik. Amikor valamit el akar hallgatni, akkor hát éppen említést tesz róla, hogy jusson eszükbe, hogy hány verset szán Dávidnak, mennyit a többi királynak. Néhányan itt is ilyen kritikai problémákat vetnek fel, hogy biztos elírás, biztos nem jól olvastuk vissza a héber számokat, amikor a fordítók átírták, tehát vannak ilyen elméletek, de jellemzően inkább a koncepció figyelhető meg, amikor a gyerekek beszélgetnek, hogy az én apukám mennyivel jobb, mint a tiéd, és akkor mindig az egyel nagyobb az egyiké, mint a másiké, tehát itt is egy ilyen eltúlzásról van szó. Másik a nemzetség táblázatok, ugye nagyon elvetemültnek kell lenni ahhoz, hogy valaki figyelmesen olvasson nemzetség táblázatot, de érdemes. Mégpedig úgy, hogy minden névnél érdemes megnézni, hogy az kicsoda, kikitől és hogyan származik. Tudnilik, a nemzetség táblázatokkal lehet akár visszamenőlegesen is rehabilitálni valakinek az életét. Például gondolkodtunk már azon, hogy Jézusnak miért van nemzetség táblázata? Mindenki támadta a születését. Mi az, hogy Mária teherbe esik a Szentlélektől, ugye? Tehát ezt mindjárt kétségbe vonják, a zsidók mind a mai napig nem fogadják el ezt a teóriát. Tehát az evangélista visszavezeti szépen a családfáját, hogy lássa, hogy akkor is onnan származik, ha mást állítanak. És ebben van egy kicsit a matriárkális rend, tehát ha apai ágon nem sikerül,
akkor marad az, hogy az anyuka biztos, tehát az anyai matriarkális rendszerint mennek. Ilyet a nemzetség táblázatokban itt is találunk, ugye nem véletlenül említettem. Harmadik Dávid, ugye Dávidot hogyan mutatja be? Nagyon érdekes, hogy jellemzően zenészként. Innen jön ez a nagy zsoltáríró Dávid kép, mert hát ugye a kultusz központja a templom, és egy zsidó ember szerint mi kell ahhoz, hogy jó legyen egy templomi Isten tisztelet? Elsősorban jó zene. Kérem szépen, ezen ma is el lehetne gondolkodni. A mai modern zenei stílus figyelembe vételével, hogy hogy lehet a bármilyenféle felekezet Isten tiszteletét jobbá tenni. A zsidó gondolkodásban ez nagyon megvan mind a mai napig. Tehát ez a Dávid, mint zenész, nem csak mint templomépítő és hódító, éppen innen a Krónikák könyvéből jön. Tehát az északi országrész történetének a hiány, ugye azzal kezdtük, hogy 721-ben az asszírok lerohanják, Samáriát, megszűnik az északi országrész. Onnantól kezdve azt mondja a Krónikás, hogy lapozzunk. Ez lezárt téma, ő már elbukott. Biztosan azért bukott el, mert beteljesedtek a proféciák, tehát tovább az északi ország részről nem írunk. Ézsaiás ír, Esdrás ír, tehát mindenkinek van valamilyenféle említése, más nem Efraim és Manassé nevét említi, és azzal beidézi az északi ország részt. Krónikás nem hajlandó, lezárt téma, beszéljünk arról, ami még megvan, és nézzük meg, hogy hogyan lehet azt tovább vinni, ugye ez a logikája. Ötödik az áldozatok. Hát ha valaki esetleg Jordániában járt már turistaként, Petrában, van esetleg közöttünk olyan? Á, Pista, de már voltál, jó neked, én nem. Ha ugye felmegyünk Petrában egy bizonyos magaslatra, láttad ezt gondolom, voltál ott? Odáig nem volt időnk el. Nem volt időt, kár, hogy nem volt időtök. Én sem voltam, de egyszer szeretném megnézni. Egy hegynek a tetején egy oltár, ide fektették az embert, és itt áldozták fel. Még az arra vállalkozó idegen vezetők, nekem van olyan képem otthon, hogy bele is fekszik, és mutatja, hogy hol volt szíve, ugye azt szúrták keresztül. Tehát ugye ez volt ez a bizonyos házi Isten tiszteletek, vagy kultuszok, a mindenféle isteneknek való kétes áldozatok bemutatása. És azt mondja a Krónikás, hogy az a jó király, amelyik ezt betiltja. Kvázi nem vallásszabadságot hirdet, hanem vallás-centralizáció. Tessék bemenni a templomba, ott van Jeruzsálembe, és aki Isten hívő, az vigye oda az áldozatát, a papok majd bemutatják, a léviták tudják a dolgot. A népnek nem ez a feladata, hogy vallásreformon dolgozzon, hanem hogy engedelmes legyen. Ez egy olyan kép, amit kimondottan a Krónikák képvisel, a királyok könyveibe kicsit árnyaltabban olvassuk. A hatodik ilyen a múlttal való azonosság, tehát nem tudom, hogy egy népnek az életében mennyit számít az, hogy mi a szimbolikája. Ugye a magyar népnek a csodaszarvas, meg minden népnek vannak ilyen szimbolikus, legendás alakjai. Nézzük meg az európai népek esetében. Hát a zsidóknak ez a templom. De nem csak az a templom, amit leromboltak, amiből a siratófal megmaradt, hanem ennek van egy idealizált változata. Az Új Szövetségben a zsidókhoz írt levélben jelenik meg így mennyei templom, a tökéletes, aminek a képét, a vízióját Mózes még a Sínai hegynél látta, és annak a mintájára építették föl a sátrat, szent sátrat. Sátornak a mintája lett a Salamoni templom, utána jön a második templom, ha nincs templom, akkor fogságban van a nép, tehát ott van mindig ez a kontinuitásszerűen visszatérő templommal kapcsolatos gondolat, és ha egyébként nagyon nézzük a Biblia végén a Jelenések könyve, azt mondja, hogy amikor már Isten és ember tökéletes harmóniában lesz, már olyan templom lesz, ahol Isten dicsősége világít. Milyen szép, a templom még mindig kell. A templom az az, ami meghatározza a népet. Nos, a Krónikás ezt visszavezeti, és azt mondja, hogy a templom fontossága az egyik központ, ugye így jön aztán Dávid is, mint templomépítő. Hetedik a kiválasztás eszméje. Ugye van egy nagyon szép héber szó, egyébként Calvin
a predestinációt ez alapján alkotta meg, hogy a kiválasztás azt jelenti, hogy Isten valakit kiválaszt, akkor az végigcsinálja, amit ő akar. Nagyon kevés ószövetségi személyre használja a kiválasztás szót a Biblia, de az egyik Dávid. És ugye, hogyha esetleg a Dávid kiválasztásának a képe úgy biblikusan megjelenik előttünk, hogy mindenki alkalmasabb volt, éppen Dávid nem, mert ő az a kis nyurga fiú ott a pusztában, a bárányok körül a paritjával, és akkor azt mondja a próféta, hogy majd az Úr megmutatja, elővesz egy Urim és Tumim, két kő, egyik világít, mutatja, na ő az alkalmas, fogja, előveszi az olajat, fölkeni Dávidot, tehát ő már onnan gyerekkorától kezdve kiválasztott király lesz. Ez a kiválasztás eszméje nem csak Dávidra igaz, hanem egyébként az egész egyházra. Tudom, hányan vannak itt reformátusok? Vannak? Vagy nem jellemző? Reformátusoknak van egy szép hitvallása, Heidelbergi K.T., és nagyon szépen leírja, hogy mi az egyház. A világ kezdete óta, Szentlélek által Isten mindenkit hív, és engem is. Tehát oda teszi hozzá, most nem szó szerint idéztem, nagyon szépen megfogalmaz ezt a kiválasztás eszmét. Nos, ez az Ószövetségben jellemzően megint csak a Krónikák könyvéhez köthető. Aztán jól lét. Krónikás szerint a jól létnek egyszerű képlete van. Tartsuk be Isten törvényét. Nem a wellness, nem a 4 napos hétvége, a főzéssel, a pihenéssel, mert az még a léleknek nem ad túlzottan sok megnyugvást, hanem az Isten törvényével való harmonikus élet. És ezt érdemes le átgondolni ma is, hiszen egész Európának elfben valamikor az alkotmánya alapja, az Isten 10 parancsolata volt. Ma már sajnos csak volt, mert már elliberalizálódott meg, minden irányba eltért tőle, gyakorlatilag minden ország, de valahol az erkölcs alappillérét még mindig ezek a dolgok képzik. Talán a 9. sajátosság a proféták fontossága. Mit csináltak a proféták Izraelbe? Ugye a papság a templomban van, ő az áldozatot mutatja be, a vallásosság élvonalbéli harcosa, a léviták ott vannak, segítik, a proféták viszont a nép között vannak. Ők mindig az ember lelki ismerete. Hogyha valaki rossz fát tesz a tűzre, a proféta elmegy és azt mondja, hogy ez így nem jó. Isten törvénye azt mondja, hogy miért nem azt csinálod? Azért nem sok proféta halt meg természetes halállal, ugye? Ezt is tudjuk nyilván, mert ha mindig beleszólnak az ember életébe, az olyan kellemetlen szerep. Nos, a krónikás megemlíti ezt a láncot, tehát végigviszi tulajdonképpen mindkét krónika a könyvén, és kiemeli ennek a fontosságát, hogy hallgassátok a proféciákat, a proféták mondásait, mert ezek visznek közel Isten törvényéhez. Aztán az engedelmesség. Ugye, hú, de nehéz még kimondani is, és nehogy azt gondoljuk, hogy csak a gyerekeknek, felnőtteknek legalább olyan, hanem nehezebb. Az engedelmesség a fokmérője, hogy egy generáció az előző generációval milyen viszonyban van. Az engedetlenség mindig a lázadással kezdődik, és azt a lázadó elfelejti, hogy elszakad valamitől, vagy valakitől. A múlt az itt van a lábunk alatt, rajta járunk. Ha lázadunk a múlt ellen, akkor a talajt vesszük ki a lábunk alól. Erkölcsi értelemben is teljesen így van, tehát az atyák tanítása nagyon fontos volt a zsidóknál, van a Mózes 5. könyvében egy ilyen rész, hogy ezt tanítsd a te gyermekeidnek éjjel, nappal, mindig. Mert annál fontosabb nem lehet az Isten törvényei, a követés. Egyébként, ha zsidó házba bemegyünk, és a ajtófélfán látunk egy ilyen kis fém lapocskát, azon pontosan ez a részlet van a Mózes 5. könyvéből, ami arra emlékeztet, hogy tanítsd a gyermekeidet a törvényre. Ez a krónikásnál szintén egy nagyon fontos irányvonal, de az idealizált királyság tulajdonképpen nem lenne optimális jövőképe Izraelnek, hogyha nem a mennyei királyságot mutatná be a krónikás,
Ugye a királyok adót szedtek, a királyok harcba hívták a gyerekeket, a egészen kicsiket is, a királyok kompromisszumokat kötöttek, és a nép pedig sajnos ennek a következményét elszenvedte. Mózes 5. könyve 6. része 1-jel kezdődik. Tehát 6-1 ott van, hogy ezek azok a rendelkezések, törvények, intézkedések, onnan indul, utána ott a 6. részben valahol majd megtetszik találni, azaz. Tehát ott ez egy nagyon fontos dolog, héberül azt szokták kiírni a ajtó félfákra a zsidók. Tehát hogy ez az idealizált királyság, hogyan várja Jézust a kereszténység vissza? Királyoknak királya. Innen jön, kérem szépen, ő az ideális király, aki tökéletes, aki bűntelen. És még néhány pont, ez az idealizált országkép, mind a mai napig nem lenne új Izrael ország, és nem kezdték volna el a II. Világháború után azt a nagyon optimista országalapító tevékenységet a holokauszból kiszabadult zsidók, hogyha nem a krónikák könyvére alapoznának, mert ott még mindig ott a remény, hogy szélrózsa minden irányából összegyűjti Isten az ő népét, és majd lesz egy ország. Hát az ország létrejött fizikai értelemben, de az a ideális kép az sajnos kétséges, hogy valaha is létrejön-e. Szóval egy negatív példa, Sátán nagyon érdekesen van benne az Ószövetségben. Az az, hogy Sátán azt jelenti, hogy ellenség. Ha bíróság előtt vannak ketten, az egyik vádolja a másikat, a vádlót akkor is Sátánnak hívták. Igei formában is ismeretes, sátánkodni, vádaskodni. Ezért nagyon fontos, vagy nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben egyáltalán van-e szó a gonoszról, mint egy személyről, Sátánról, mint tulajdon névvel, így nagybetűvel írva. Még a Jób könyve is kétséges, mert ott is nagyon mitológikus formában jelenik meg Sátán kép, ugye Madács ember tragédiájának az volt az alapja, a Jób könyve első, második része. Az egyetlen egy teljesen konkrét olyan hely, amire a zsidóság is azt mondja, hogy Sátán, mint személy létezik, ez a Krónikák első könyve, amiben meg az az érdekes, hogy a Sámuel második könyve azt mondja, hogy Isten engedte, hogy Izraelre támadjanak. Itt most módosítja a szöveget, és azt mondja, hogy Sátán Izrael ellen támad. Tehát, hogy ez az egyetlen egy hely. Ennek megvan az oka, nagyon egyszerű, ha ókori népek többet tudtak volna Sátánról, lehet, hogy többet emlegették volna, mint Istent. Ezért inkább elhallgatták, tehát ez csak egy érdekesség. Emberek jobban szeretnek veszekedni, mint imádkozni, ugye? Ez ma is így van sajnos. És hát itt a vég, köszönöm szépen, itt ugye el kell harapnom, mert akkor történetiségbe mélyebben mennénk bele, az már érinteni a utána következő prófétákat, elvenném annak a kenyerét, aki majd utánam jön, nem is néztem, hogy ki, de István majd tudja, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.